Dávid, pálinkás, jó reggelt! Fia, fia, célja van neki. Így ébred egy megasztár. Fekete Dávidot ébrezgeti Viktor és Lüszi, de nincs könnyű dolguk. Menjél fürödni. Kezdődik a nap. Bizony, még sok minden vár a műzikeres rácra. Fú, még alig látok. De egy kis zuhany csodákat tesz. Jó, ne így gyorsulgatjában, ne vegyetek! Na, így ritkán láthatjuk a 22 éves győri fiút, és most sem szeretné, ha így látnánk. Hát azért erősebb voltam, most azért érezni lehet. Kondícióm, majd most nem vagyok ott a toppon. Úgyhogy Dávidra ráfér egy kiadós ebéd. Itt Dávid elmesél nekünk egy titkot a gyerekkorából. Kicsit ducibb voltam gyerekkoromban. Itt nézett ki pici korában. A szegény édesanyám mindig szégyenkezett, mert bárhol voltam vendégségben, ott mindig vajas kenyeret kérte. Aztán mindig fogta a fejét, hogy úristen, biztos azt gondolják, hogy szegény gyereknek nem adok otthon enni. Nos, a jó kis ebéd után most kondícióját teszteljük Dávidnak. Szent Györgyi Rómeó személyi edzőtől kért tanácsot, hogyan lehet még szívdöglesztőbb. Hogy szeretnék kinézni? Hát legalább úgy, mint az edző. Egy pár év múlva talán. Úgy látom, hogy Dávid alkata alkalmas az ilyenfajta mozgásra vagy tevékenységre, izomépítésre. Na, lássuk, mit bír Fekete Dávid. Na, megy ez. Az izmos testre már csak a vadi új cuccok hiányoznak. Kispromik Ádám, a Megasztár ruhafelelőse segít Dávidnak a vásárlásban. A Dávidot hálás egyébként öltöztetni, hát egy jó alakú, jó adottságú fiatal srácról van szó. Dávidnak is nagyon tetszenek a fellépő ruhái. Amiket Ádám szokott adni rám, azoknak nagyon szoktam örülni, mert tényleg szinte eltalálja az ízlésemet egyből. Most idejön ő, és az igazat keresi! Eszenyi Enikőt is teljesen elvarázsolt a Dávid mostani szerelése. Ma a Dávid ugye az atléta trikójával nálam mindent vitt, úgyhogy... De mint tudjuk, nem a ruha teszi az embert, főleg nem az énekest, úgyhogy irány az énektanár. Nem csak szeretne, most szombaton tényleg ő lesz a csók király. Megmutatjuk, remélem, hogy más is tudok műzikeren kívül énekelni, és most beszeretném bizonyítani szombaton. Tart egy picit Fenyő Miklóstól, és ezt a dalt a Jampi király írta, és az ő előadásában lett világhírű. Hogyha valaki ezzel lesz meg a sztár, akkor én nem tudom olyan mértékben támogatni, mint hogyha valaki a swingen lesz. Hogy vajon mit szól a vadi új csók királyhoz a rock and roll hazai atya? Azt meglátják szombat este itt a TV2-n. A műsort,